Teltháza küzdőtéren, közel teltháza lelátón, karácsonyi díszletek a színpadon. A szokásos évzáró rendezvényre gyűltek össze a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői, edzői és a sportcentrumos gyerekek szülei. A 14 szakosztályban közel 1500 sportolót foglalkoztató NSC mind az infrastruktúrális és szakmai feltételeket, mind az eredményességet tekintve a legjobbak közé tartozik az országban. Arra törekedtünk az elmúlt időszakban, és köszönhető ez a kiemelt vidéki egyesületi támogatásnak, meg persze a fenntartónak, Nyíregyháza városának, hogy a működési költségeket abszolút tudjuk fedezni, sőt olyan extrákat is be tudtunk iktatni a felgyerekek felkészülésébe, hogy külföldi edzőtábor és egyéb ilyen plusz dolgok. Én azt gondolom amúgy, hogy Nyíregyházán minden adott a jó sportolásra, itt Nyíregyházán sportolni jó, nagyon jó az infrastruktúrás lehetőségünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden igen kielégít. Mint Nyíregyháza polgármester elmondta, az elmúlt évek sportinfrastruktúrális fejlesztésére is szükség volt ahhoz, hogy az évzáróra megteljen a Continental Arena. Ezért történt minden, az egykori buszacsa felújítás, ezért hoztuk létre a sportcentrumot, amelynek jelenleg 1450 igazolt versenyzője van, akik komoly eredményeket érnek el, országosan elismert szakembergárdával, edzőkkel a hátuk mögött. Ezért épült az uszoda, az atlétikai centrum, jégpálya, és hát most a stadion, ami nem sokára kész lesz. És hát ezzel a gyerekek nem csak a saját hírnevüket, a város hírnevét is dicsérik, és hát ráadásul ezek a sportinfra fejlesztések úgy történtek, hogy a diáksport, a szabadidősport is, mint a versenysport mögötti bázis profitáljon ebből, és hát én azt remélem, hogy profitál is. Ennek az évnek is vannak nagyon komoly eredményei, sporttörténelmet írt az öt nyíregyházi atléta, aki az első hazai rendezésű atlétikai világbajnokságon részt vett, de hát sorolhatnám az egyéb eredményeket, úgyhogy jó érzés ilyenkor itt lenni. Az Európa-bajnoki ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes, korábbi 110 gátas atléta, Vai Balázs már sportvezetőként tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt. Ezek talán a legkellemesebb pillanatok, amikor látjuk, hogy mennyi boldog, várakozó és tényleg izgalomtól fűtött gyermek van, hiszen mindenki azért van itt, mert a sporttal valamilyen szintű kapcsolatot ápol, és ez talán a legfontosabb, akár élsport, akár tömegsport, akár közösségi sportról van szó. Mindig az a fontos, hogy akár az egész fiatal korosztálytól egészen a szépkorú magyar emberekig mindenki a sporttal kapcsolatban álljon, és ne csak passzív, hanem aktív módon is. Úgyhogy nagy öröm itt lenni Nyíregyházán, és tényleg együtt ünnepelni az idei évben elért eredményeket, és látni ezt a nagyon-nagyon sok-sok embert itt, aki a Nyíregyházi Sportcentrum miatt van itt. A 2004-es esztendő olimpiai év, így a Nyíregyházi Sportcentrum is szeretné több versenyzővel képviselteti magát Párizsban. Erre elsősorban két-három atlétának és egy-két úszónak lehet esélye.